Nyomozást indított a rendőrség a Jobbik jelöltállítási csalása ügyében választásrendje elleni bűncselekmény miatt. Az egyik elkövető pedig nem más, mint a Jobbik kispesti elnöke, a politikus bűnözővé vált Lázár Tamás, aki a Szivárvány koalíció részeként a nagyrészt fővárosi tulajdonú Nagybani piac felügyelő bizottsági elnöke, akinek leváltására szólítjuk föl most Karácsony Gergelyt, hiszen októberig még mindenképp hivatalban lennének. A kamupártok mellett az egykor valós támogatottsággal rendelkező pártok, például épp a Jobbik, szoktak élni. A politikus bűnözésnek ezzel a formájával, hogy törvénytelenül, jellemzően korábbi választásokról rögzített adatbázisból hamis ajánlást adnak le a választópolgárok nevében. Ez azonban könnyen ellenőrizhető utólag a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Többek közt Kisberg Szabolcs, a Mi Hazánk Mozgalom kommunikációs igazgatójának Kispesten élő testvére is élt ezzel az online ellenőrzési lehetőséggel, és meglepődve tapasztalta, hogy korábbi jobbikosként most is ott szerepel aláírása a Jobbiknál, pedig valójában már nem írt alá nekik, hiszen csalódott bennük. Az itteni rendőrségi kihallgatásán derült ki, hogy a lefoglalt EP ajánlóív gyűjtője nem más, mint az említett Lázár Tamás, kispesti Jobbik elnök. A felelősség tehát egyértelmű, az aláírásgyűjtők normális esetben elkérik az ajánló lakcímkártyáját, ehhez joguk van, másképp nem is lehetne felvezetni az ívekre az adatokat. Itt azonban nem ez történt. A korábbi támogatóik adatait törvénytelenül használta fel az egykor jobboldali párt, ami a szervezett politikus bűnözés példája. Többen is jelezték nekem, hogy azt a választ kapták, hogy a Mi Hazánk mellett a Jobbik ajánlóíven is szerepelnek az adataik, miközben évek óta megszüntettek minden kapcsolatot a balliberálissá vált párttal. A nyomozó azt mondta Kisberg Szabolcs testvérének, hogy nagyon sok hasonló ügyük van, a sértett több száz ajánlóívet látott csak nála. Mégis hetek óta többször írásbeli kérdésünk ellenére hiába várjuk a rendőrség válaszát egyelőre, hogy pontosan hány ilyen eljárás indult és mely pártok érintettek még, de bízunk a politikus bűnözés felderítésében. Ehhez buzdítjuk is az állampolgárokat a választás.hu oldalon való gyors ellenőrzésére az ajánlásaiknak. Mindeközben 100 milliós lejárató kampányt indított a Fidesz a Mi Hazánk ellen. Szerte az országban terjesztik postaládákba a mozgalmunkat lejáratni szándékozó szórólapjukat, amely szerint például mi Gyurcsány pártja vagyunk. A rágalmakkal teli röplapot amatőr házi készítésűnek álcázák impresszum nélkül, de valójában hatalmas költségvetésű lejárató kampány. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett választás rendje elleni bűncselekmény miatt, csatolva egy zuglóban tetten ért szórólapterjesztő fényképét. Félmilliós nyomravezetői díjat is felajánlok minden egyes röplapozó Kubatov Gábor bűnözőinek beazonosításáért. A fénykép beküldése és a kép alapján a személy megnevezése is 250 ezer forintot ér, ha sikerül megtalálni valakit. Elég volt a politikus bűnözésből, a választási visszaéléseket elkövetőkből is.